vendégünk Deák Andrea, a Zsidó Kulturális Fesztivál főszervezője. Örülünk, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy itt vagy. Sziasztok, én köszönöm a meghívást. Első körben egy kicsit mesél nekünk a kezdetekről, hogy miért is jött létre anno ez a fesztivál. Hát ennek ugye hosszú története van idén, végül is már 26. alkalommal, 27. lenne, ha nem lett volna ez a kedves kis világjárvány. Hát annak idején gyakorlatilag rendszerváltás után 90-es években volt egy hatalmas nagy zsidó reneszánsz, egy hatalmas nagy fellendülés, rengeteg civil szervezet, kulturális egyesület alakult, de nem volt egy ilyen tematikus, hogy mondjam, egy ilyen egyhetes vagy egy ilyen nagy összművészeti rendezvénysorozat, és akkor annak idején az akkori ügyvezető igazgatónk Zoltai Gusztáv, akit ezúton is, hát Isten nyugtassa, nagyon sajnáljuk, eltávozott körünkből, és Vadas Vera fesztivál igazgató kezdeményezett, és az akkora nagy siker volt, szerintem nem várt siker is, hogy ez szép lassan aztán beépült a nyárvégi, őszelei zsidó kulturális életben, és gyakorlatilag azóta ez egy folyamatos rendezvénysorozat, amit most már úgy hiszem, hogy elég sokan várnak és várunk. Szerintem egy Budapest, főleg a belvárosnak az arculatában ez egy ősszel megkerülhetetlen, tehát én is mindig várom a plakátokat, akik lesznek majd rajta. Viszont akkor ez egy picit más jellegű volt, a nyelvi fókusz volt még a kezdetekben. Most mit mondhatunk el, mi a missziója jelenleg mondjuk ennek a fesztiválnak? Igazándiból elég nehéz megfogalmazni. Igazándiból a fő misszió talán úgy fogalmazná meg, hogy minél szélesebb körben egyrészt megmutassuk azt a gazdag zsidó kultúrát, magyar zsidó kultúrát, amivel rendelkezünk, és azokat az épített örökségeket, azokat a zsinagógákat, amivel ugye általában az a hétköznaponként nem jönnek be az emberek, mert elsősorban szakrális jellegű épületekről van szó, ilyenkor viszont kitárulnak a kapuk, és csodálattal jönnek be az emberek, főleg a... Melyek ezek? Mert nyilván a Dohány utcai zsinagógában mondjuk ugye rengeteg turista jár, azt szintén nehéz megkerülni, de akkor melyek azok, amelyik ilyenkor is nagyobb közönség előtt megnyitják a kapuikat? Az Újlepotvárosi Hegedűs Gyula utcai zsinagóga, ahol ugye egy stabil közönségbázisunk van, a Frankelle úti zsinagóga, most igen ez a három zsinagóga van, és természetesen a Dohány utcai, illetve a csodálatosan pár éve felújított, illetve átadott Rombaksebestyén utcai zsinagóga, de volt, amikor már volt a Betlen téri zsinagóga, volt, amikor voltak más kisebb zsinagógánk, úgyhogy mindig változik a helyszín paletta, de azért ez a 3-4 stabil helyszín van, tehát a Hegedűs Gyula, a Dohány utca, a Rombak utca és a Budai Frankel leúti, úgyhogy így egy kicsit így a Pestét és egy picit a budai részt is így körbebástyázzuk a zsidó kultúrával, vagy magyar zsidó kultúrával, vagy a Kárpát-medence, vagy egy egyetemes zsidó kultúrával. Hogy látod, mi mindenben ötvöződik a zsidó és a magyar kultúra? Hát ezzel hosszan tudnék beszélni. Megkerülhetetlen szerintem, tehát hogy a magyar kultúra zsidó kultúra nélkül, és vice versa, a zsidó kultúra magyar kultúra nélkül, azt hiszem, hogy nem létezik. Tehát tulajdonképpen csak Radnóti Miklósra gondolunk, a legszebb hazaszerető verset neki köszönhetjük, vagy Szerb Antal, aki megírta a magyar irodalom történetet két vaskos kötetben, vagy akár vegyünk egy népszerűet, a gasztronómiát, tehát a sóletet, vagy a flódnét, ami ugye zsidó gyökerű, viszont ezért a magyar kulináriában azt hiszem, hogy eléggé rangos helyszínen van az kedvelt ételek között, de hát vegyük azt a operettet, vegyük Kálmán Imrét, mit köszönhetünk neki, szép vagy gyönyörű vagy, az más, az Ábrányi Emil, de ugye a legszebb hazafias dalunkat is mondjuk zsidószerzőknek köszönhetünk, vagy visszatérve Kálmán Imrének a Szép Páros Kolozsvár, tehát hogy igazándiból végigmegyünk a városon, a belvároson az épített örökségünk, az irodalom, a zenei élet, szóval azt hiszem, hogy ez megkerülhetetlen. És én még a humort is ide sorolnám, hát mert egyébként humor, azért az kihagyhatatlan. Hát ugye akár. A pesti humor, igen. Ugye, amiről beszélünk, tehát nyilván itt most fel is fogjuk majd eleveníteni két programon keresztül is, majd Feszbaum Béla egy Pesti Polgár című dalt, Pesti Polgárestet fog bemutatni, ahol abszolút a régi klasszikus kabarét, a kabaré műfajt fogja nekünk bemutatni, feleleveníteni, illetve Bősze Ádám pedig a bohémok világát, a régi bárzongoristák világát, ami ugye egy klasszikus, főleg ugye belpesti műfaj volt, de egy klasszikus zsidó műfaj, de hát hogyha beszélhetünk Efraim Kishontról, aki ugye Izraelben lett nagyon népszerű, de egy magyar szerző és a pesti humort vitte Izraelben is, idén született egyébként 100 éve, pont nem rég emlékeztünk meg róla, szóval, hogy hát igen, a humor is, meg sok, tehát azt hiszem, hogy megkerülhetetlen.
És ha már megemlékezés, ugye viszont a holokauszt 80. évére is most emlékezünk meg. Ez milyen szerepet kap most jelenleg ezen a sok ezzel? Program keretében emlékezünk meg. Ez nagyon fontos missziója volt az idei évünknek, illetve egész évben azért sok megemlékezés volt. Természetesen a fesztivál sem maradhat ki ebből. Lesz irodalmi emlékezet programunk, de egyébként beszélhetünk, ami nem feltétlenül szomorkodni fogunk, de mi is a holokausztra fogunk emlékezni, például a Szolák Andi Vastag Tamás estje, ahol Szenes Iván dalokat fog énekelni, aki idén 100 éve született, vagy 80 éve született a tragikus sorsú Széchy Pálnak. A dalaiból ugye nem érezzük ki ezt, de például őről tudni kell, hogy március 19-én Magyarország német megszállásának a napján született, és ez végig is kísérte szegénynek az életét, szóval nagyon sok jellegű programmal fogunk megemlékezni. Hogy te is említetted, már azért megvan a törzs közönség, de mégiscsak a törzs közönségen túl kiknek ajánlanád ezt a fesztivált? Kiket vártok még erre a fesztiválra? Hát nyilván én minél szélesebb körben várom a közönséget. Természetesen azokat várom, akik nyitottak. Nyilván akik eleve eldöntik, hogy nem, úgyse fognak jönni, de akik nyitottak, vagy akik egy picit betekintést szeretnének látni a klezmer zenébe, de hát lesznek itt klezmer ragtime találkozások, lesz itt cigányzene, zsidózene találkozásai, lesz itt francia chansonest, aki egyébként szintén Charles Aznavourról fogunk megemlékezni, aki szintén 100 éve született, lesz egy gyönyörű francia chansonest, Edith Piaf, akik szintén Charles Aznavourról tudni kell, hogy ő családilag például zsidó családokat mentett Franciaországba, kapott is Jeruzsálembe egy komoly elismerést, tehát hogy úgy próbálunk emlékezni, vagy úgy próbáljuk egy kicsit megmutatni ezt a kultúrát, hogy picit azért a fókuszt is rá vigyük, hogy tehát, hogy ez egy sokkal szélesebb körül, tehát a zsidó kultúrát így nehéz megfogalmazni, de amikor látják, hogy francia zene, klezmer zene, könnyű zene, tánc zene, azt hiszem, hogy talán így egy picit könnyebb. Hát akkor szeptember 8-a és 18-a között jön a 26. Zsidó Kulturális Fesztivál. Andrea, köszönjük szépen, hogy befáradtál. Én köszönöm, hozzá. És sok szeretettel várunk mindenkit. Köszönjük szépen.